Az enyhe időjárás és a Tisza vízgyűjtő területén már napok óta tartó esőzések miatt jelentősen megemelkedett a folyó vízállása a Tivadarnál. Bár a vízszint csak a száraz hónapok alacsony vízállásához képest tűnik magasnak, az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták a vízügyi szakemberek, hogy több méterrel megnőtt a hazai folyók, köztük a Tisza mértékadó árvízszintje is, ehhez pedig fel kell készíteni az árvízvédelmi védvonalakat. Egy újabb állomásához értünk a Felső-Tiszai árvízvédelemnek. Ez a munka gyakorlatilag már közel 20 éve folyik. Most a Tivadar környéki gátak megerősítése történt meg az új mértékadó árvízszintekre. Nagy jelentősége van ebben a térségben annak, hogy a gátak jók legyenek, mert nincs időnk védekezni, nem tudunk felvonulni, olyan rövid idő alatt itt van az árvíz, hogy sokkal nagyobb jelentősége van önmagában a létesítménynek, mint a védekezésnek. Ezért történnek a térségben ezek a fejlesztések, hogy tudhatjuk magunk mögött a biztonságot. A projekt átadó rendezvényen elhangzott, az árvízvédelmi fejlesztés három település, Kisar, Nagyar és Tivadar közigazgatási területein valósult meg, védőhatása azonban a beregi és a szamosközi ártéri öblözetek teljes részére is kiterjed. A megyei közgyűlés alelnöke beszédében a folyamatos felkészültség fontosságára hívta fel a figyelmet. Klímaváltozás korát éljük, itt a mindennapokban fel kell készülni a szélsőségesebb időjárásokra, és hát ennek az eredménye az, illetve a határon túli, a Kárpátalján elvégzett fejlesztéseknek, töltésmagasításoknak az eredménye az, hogy itt pillanatokon belül egy esős, egy csapadékosabb időszakban hirtelen lejövő nagy mennyiségű csapadéknál itt pillanatok alatt megemelkedik a vízszint, és hát valóban ugye a töltések azok fejlesztve vannak, de szükség is van arra, hogy minél erősebb és magasabb töltések legyenek, mert nagyobb az a vízmennyiség, amelyet most itt fogadnunk kell. Az ünnepélyes projekt átadón a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy minden olyan beruházás, ami az árvízszintet csökkenti, kiemelkedően fontos az itt élők biztonsága érdekében, a mostanit pedig további fejlesztések követhetik a térségben. Nem állunk meg itt, hiszen új Tiszahídra van szükség. A jelenlegi Tisza híd az egy több pilléres híd. Ahogy átérünk a Tivadari oldalra, ott 4 vagy 5 pillér is található a szárazföldi szakaszon. Ez is okozza a többek között azt, hogy visszadúzasztó hatással rendelkezik, tehát szükség van egy új hídra. És hát a túr tiszaközi víztározó megépítése is el fog kezdődni. Ez bár egy kisebb tározó lesz, mint a már elkészült beregi vagy szamos kraszna közi tározó, jelentősen hozzájárulhat az árvízvédelemhez azáltal, hogy szükség esetén csökkenteni tudja a folyó vízszintjét, tette hozzá a képviselő.